megszavazta az ukrán parlament hétfő este a hadiállapotot azzal a változtatással, hogy azt nem az egész országban, hanem csak 10 megyében vezetik be, és egyelőre 30 napra. Az ukrán elnök biztosította a törvényhozókat arról, hogy a hadiállapotot nem az állampolgári jogok megnyírbálására fogják felhasználni. Államfőként és az ukrán fegyveres erők főparancsnokaként beteljesítettem alkotmányos kötelességemet, és néhány órával ezelőtt rendelettel bevezettem a hadiállapotot, mondta Petro Poroshenko. Oroszország hibrid háborút vív országunk ellen már 5. éve, de az ukrán hadihajók megtámadásával az agresszió egy új fokára lépett. Az ukrán elnök szerint orosz inváziótól lehet tartani, miután vasárnap közel a Krím-félszigethez orosz hadihajók először tüzet nyitottak ukrán hadihajókra, majd közülük 3-at és azok 23 fős legénységét is foglyul ejtették. Moszkva azt állítja, hogy a hajók illegálisan hatoltak felségvizeire. Az ukrán hajók a Fekete-tengerről érkezve az Azovi-tengert próbálták meg elérni a Kercsi-szoroson keresztül, amely elválasztja a Moszkva által bekebelezett Krím-félszigetet az orosz szárazföldtől. Az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov szerint provokáció történt. Lehetséges, hogy amíg Ukrajna ezt a provokációt megtervezte, már pedig senkinek nincs kétsége afelől, hogy ez az ukrán legfelsőbb vezetés akaratával és talán közvetlen parancsára történt. Számoltak a hozzáadott hasznokkal, amelyeket ez a helyzet magával hozhat. Először is azzal számoltak, hogy az Egyesült Államok és Európa, mint mindig, vakmerően a provokatőrök oldalára áll majd. Kelet-Ukrajnában mindeközben nő az aggodalom az éleződő feszültség miatt. Még a gyerekeket is mozgósították, hogy segítsenek a felnőtteknek egy parti védelmi vonal kialakításában. Kijev szerint ez észszerű intézkedés egy potenciális támadás kivédésére.